itt a Trip, Magyarország legújabb kulturális platformja, az első magyar karanténszínház otthona. Csak szakíts! Jöjjön reánk, minek ránk jönni kell! Legyünk tudók, mint Isten! Mi lenne, ha ezt kihagynánk? Jó, csak úgy csináljuk. A Trip Budapesten a parlamenttel szemben horgonyoz egy muzeális értékű folyamtengeri szállítóhajó. Ez apríl 22, und a jó, a lakásban nincsen foci. Több száz színész, rendező, táncos, zenész dolgozik az első magyar karantén színház programjain. Igen. Szia. Hello. Hello, 4200 lesz. 4500-ből légy szíves. Bocs, KP-t nem fogadhatok el. De hát, hogy? KP-n terjed legjobban a vírus, már hetek óta nem fogadjuk el, ki van a honlapon. Úristen! Fontos nekünk az önök támogatása, hiszen a művészeink elvesztették a hétköznapi munkájukat, és ezzel a fizetésüket is. And on the day of our story, the bowl of soup which was served to Baron Friedrich Podmaninsky had two flies in it. Gyönyörű szép délutánt kívánunk innen mindenkinek ismét a Tőkeportál kanapéjáról, amely földrajzilag ezen, ahogy az imént Magács László úr mondta a videójában, muzeális értékű folyamú szállítóhajó tetején található a Dunakellős közepén a parlamenttel szemben. Budapest egyik legjobb helye szerintem, és az egyik legjobb csapata a Trip webszínházi. Az imént látott videóban karantén színházként emlegetjük, hiszen ez a videó a karantén ideje alatt készült, de átalakultak ők webszínháza, és nagyon javaslom felkeresni a honlapjukat, mert rendkívül színvonalas művészeti produkciókkal jönnek ők folyamatosan, neves művészekkel újítják meg egyfolytában a magyar színházi mezőt, vagy teret, vagy hívjuk, ahogy akarjuk. Az a lényeg, hogy élvezzük, és gyertek ide a Tripra bármikor egy kávéra, fröccsre, vagy étterre, hiszen már kinyitottak. És ez kapcsolódik a Trip hajó által indított közösségi finanszírozási kampányban most majd elérhető akció is, hogy lehet négy személyes asztal foglalást és egy köszöntő italt is nyerni, nem nyerni, hanem jár egy bizonyos mértékű kisebb összegű támogatáshoz, illetve még egy nagyobb meglepetéssel is várja majd a Tripa támogatóit a Tőkeportál honlapján, úgyhogy ezt majd, ahogy az emlékeztetőben is mond, a hírlevélben kiküldjük, ajánljuk melegen megfontolni, de mindenféleképpen gyertek erre, amikor tudtok ide a Batthyány térre. Nos, hát ezután, amit teljes szívből és meggyőződésből mondtam, a mai napot is felkonferálnám. Kedvenc témáink egyike a fintech kerül újfent terítékre. Nem először is, nem is utoljára, hiszen a közösségi finanszírozás maga is a pénzügyi digitális szolgáltatások témájába tartozik, hiszen a közösségi finanszírozás nem más, mint digitális tőkebevonás, vagy avagy platform alapú befektetés. És ekképpen az alternatív finanszírozás témakörébe is épp így beletartozik, ahogy a ma délután sorra kerülő vendégeink saját alkalmazásaikat is ebben szempontból fogják bemutatni. De még mielőtt a Coin, illetve a Rikes nevű rendkívül érdekes vállalkozások mutatkoznának be, átadnám a szót Faluvégi Balázsnak, akivel együtt tavaly ilyenkor létrehoztuk a Magyar Fintech Szövetséget, többet magunkkal, tehát mi is ott voltunk az első között. Azzal a célra, hogy a fintechet, tehát a pénzügyi technológiákat minél népszerűbbé tegyük, illetve az ilyen technológiákat fejlesztő vállalkozások érdekképviseletét ellássa ez az egyesület, és ennek elnöke Balázs, aki volt itt már a kanapén, pont az induláskor, de azért hívtuk most meg, hogy beszámoljon nekünk arról, hogy azóta mi minden történt, és miért érdemes látogatni, vagy miért érdemes figyelemmel kísérni a Magyar Fintech Szövetség tevékenységét. Balázs, tiéd a szó!
Oké, üdvözlök én is mindenkit, oda nézek. Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Az igazság, hogy én harmadszorra vagyok itt, de elsőre vagyok itt. Ugye itt a pandémia alatt kétszer voltam online, és most vagyok itt először fizikai valomban is, úgyhogy nagyon tetszik, sokkal nagyobb a hely egyébként, mint gondoltam meg, mint ahogy így kinézett itt kamerákon keresztül. Hát én röviden a magyar fintech szektorról szeretnék beszélni, nem csak a Fintech Szövetségről, ugye fintech alatt elég sok mindent lehet érteni, de szerintem akkor ezt így bemutatom, akkor én elkezdeném a prezentációt, szóljatok, hogy ha mehet, mehet is. Ugye az első kérdés az, hogy ilyenkor, ami felszokott jönni, az, hogy mit jelent az, hogy fintech. Financial technology, ahogy Nóra is említette, ez lényegében a pénzügyi szolgáltatások mögötti technológiát jelenti. De ez egy eléggé tág értelmezés, ahogy a nemzetközi szakirodalomban szoktak erről beszélni, ez sokkal inkább erre a területre kifejezetten fókuszáló cégeket jelent. Ez egy külön szegmens, egy külön szektor a gazdaságon, a technológiai cégeken és a pénzügyi cégeken belül is, tulajdonképpen a kettőnek a találkozásánál van. És minden esetben egy valós digitális alapokra épülő szolgáltatás jelenti. Tehát ez nem azt jelenti, hogy valamit elősegítünk egy picit a technológiával, hanem a technológia az alapkövét jelenti az adott cégeknek. Erre nagyon jó példa egyébként a Revolut, a PayPal, a TransferWise, ugye most már így ismer mindenki, de ugye most már ők átnevezték magukat Wise-á, hiszen mi nem fogunk tudni besétálni egy Revolut bank fiókba például, nem is lesz saját befektetési tanácsadónk, mert ugye most már befektetésekkel is foglalkoznak, vagy nem lesz saját pénzügyi tanácsadónk, ügyfélreferensünk, hanem egy appon keresztül intézünk mindent, és ez esetek 90%-ában ez sokkal jobban is működik, mint akár egy hagyományos pénzintézet esetén. És ha megnézzük itt ezt a következő grafikon, akkor látható, hogy ez egy egészen elképesztő bővülés, amin keresztül megy ez a szegmens. Ez például itt a Revolutnak az appjainak a letöltése, és látható az, hogy, és illetve aktív használata, látható az, hogy bőven 10 millió fölé ment még tavaly előtt, és azóta is viszonylag töretlen növekedés, egy picit egyébként már lassul, konkurencia is van, de az a lényeg, hogy ma már csak Európában 10 milliók használnak neobanki vagy challenger banki szolgáltatásokat, ahol nincs bankfiók, nincs ügyfélreferens, hanem egy esetleg desktopon, de sokkal inkább egyébként mobil appon keresztül érik el ezeket a szolgáltatásokat, és minden technológiai alapon a felhőn keresztül működik. Mi a helyzet Magyarországon, hiszen a magyar fintechekről beszélünk. A többfajta besorolás van, akár több mint 100 cég van, amelyik valamilyen szinten foglalkozik fintech szolgáltatásokkal, de körülbelül 50 olyan aktív cég van, amelyik ténylegesen fókuszáltan fintech cégnek nevezhető, ugye itt a szűkebb definíció alapján, amit itt ugye említettem is. Ezeknek a cégeknek a nagyon nagy része az erősen B2B fókuszú, tehát persze eszünkbe jut mondjuk a Revolut, nagyon sok mindenkinek van Revolutos kártyája, számlája, appot használ, stb. Magyarországon ez viszonylag ritka, hogy ilyen cégek jöjjenek létre, bár egyébként most már lehet tudni, hogy lesz magyar neobank is egyébként, hogy ez pontosan mikor, az nyilván a szabályozás útvesztőiből is ki fog derülni, de alapvetően B2B fókuszú a magyar fintech szektor, ami nem is feltétlenül probléma, de az fontos tudni, hogy erős kooperációban, együttműködésben van a bankokkal bizonyos szinteken. Itt egyébként erre is lesz példa itt a két további vendégcégnél, hiszen nekik is egy folyamatos együttműködésük van a bankokkal. És hát persze nagyon magas a növekedés, tehát ez látszott a Revolutból is, ugyanúgy B2B szinten egészen elképesztő növekedések vannak. Nehéz fókuszterületeket meghatározni, de azért a befektetési platformok, a pénzügyi termékek számára kifejlesztett UX, UI, tehát az, hogy hogyan reagálnak, hogyan alkotnak meg egy appot, vagy egy bármilyen felületet ahhoz, hogy ez minél inkább intuitívenben könnyebben használható legyen, ez mind egy fontos fókusz, illetőleg fizetési szolgáltatások, e-commerce is elég erős Magyarországon. Miért lehet érdekes vagy jó a hazai fintech cég alapítás, vagy külföldi fintech cégeknek idejönni? Ugye a Wise-nak is van például itt egy hatalmas nagy irodája, de ugye befektetési területen is MSCI, Morgan Stanley, stb. Irodák vannak itt. Az egyik az az, hogy nagyon erős a bázis, ugyan mindig mindenki panaszkodik, hogy nincs elég fejlesztő, ez nagyjából így is van, de akik vannak, azért ők nagyon jól képzettek. Nyilván az infrastruktúra itthon Magyarországon nagyon erős, tehát ezért is érdemes fintech céget alapítani, és a költségek azok még nem szálltak el annyira, mint hogyha mondjuk valaki Londonban vagy Amsterdamban nyitna irodát.
Tehát nem véletlen, hogy ezek a helyi irodák is itt létrejöttek. Azt érdemes azért tudni, hogy a szabályozási környezet az eléggé konzervatív, néha egy kicsit rugalmatlan, de azért itt is komoly fejlődés ment végbe az elmúlt években. És hát, hogyha nagyon sok olyan cég van, több ilyen céggel is beszéltem, akik azon gondolkodnak, hogy például Magyarországot vegyék bázisnak, vagy például az egyik legnagyobb amerikai online broker cég, az Interactive Brokers éppen a napokban tartott sajtótájékoztatót, én is ott voltam, és volt szerencsém beszélni az egyébként magyar alapítóval, az Interactive Brokersnek az egész kelet-európai operációját azt az budapesti iroda fogja ellátni, és már meg is kapták az engedélyt erre. Úgyhogy nem véletlen, hogy sokan nyitnak itt irodát. A Magyar Fintech Szövetségben elsősorban azért olyan cégek vannak, bár éppen a napokban lépett be az első külföldi tagunk, de elsősorban olyan cégek vannak, akik magyarországi alapítású magyar csapattal dolgoznak, persze sokan már külföldön is jelen vannak. 9 alapító volt, ugye Nóra is említette, hogy néhányan alapítottuk a szövetséget, most már 26-an vagyunk, és hát elég valószínű, hogy évvégére bőven a többségét a magyar fintech ökoszisztémának le fogjuk fedni, tehát egységesen tudjuk képviselni. Ezek a cégek már most, ugye általában viszonylag kicsi startupokról van szó, de ezek a cégek már most 10 milliárd forint feletti árbevétellel büszkélkednek, annak ellenére, hogy a legtöbben néhány kivétellel kevesebb, mint 5 évvel ezelőtt, vagy tényleg az elmúlt 4-5-6 évben alakultak, de van olyan cég is, amelyik tavaly előtt alakult például. A növekedés átlagosan az 23%, és a B2B árbevétel, ahogy jeleztem, az domináns itt a szövetségen belül, még inkább az 89%-os. Sokan azt hiszik, hogy miután friss, fiatal cégekről van szó, ezért itt nagy veszteségek vannak, amit folyamatosan finanszírozni kell, de ez nem igaz, az agregált adózás utáni profit az bőven 500 millió forint felett van, ráadásul az tavaly előtti adat, az ideit azt most fogjuk összesíteni, ahogy az adatok kijöttek, de én úgy tudom, hogy sokkal magasabb szám lesz ez egyébként. És az árbevételt említettem, itt a finanszírozás is elég fontos, azért sok milliárd forintos finanszírozás sikerült ezeknek a cégeknek összehozni, és annak ellenére, hogy magasan skálázható szolgáltatásokról van szó, az alkalmazottak száma ezeknél a cégeknél már most bőven 600 fő fölött van, és egyébként több mint 2,5 millió végfelhasználó használja valamilyen szinten ezeket a termékeket, mint ahogy itt egyébként két nagyon jó példát is fogunk mindjárt erre látni. Említenék néhány céget a közösségünkből, például, ami ismerős lehet sok mindenkinek, a Tőkeportál maga is, hiszen az Equity Crowdfunding a fintech területnek az egyik, ha nem az egyik legfontosabb, vagy legizgalmasabb területe, amit Magyarországon a Tőkeportál képvisel, vagy ott van a Bankmonitor, nagyon sokan használják, főleg hitelfelvétel kapcsán, ahhoz, hogy elindítsák, összehasonlítsák a hiteleket, a bankokat, és emögött is egy nagyon komoly technológiai háttér van, vagy ott van a Péntek, amely digitális faktoringot csinál, nem kell heteket várni arra, hogy valaki a számla nagyjából ellenértékét megkapja, hogy a likviditását fent tudja tartani. A Barion az is nagyon ismerős lehet, hogyha valaki online vásárol, nagyon sokszor találkozhatott velük, vagy például a Dorsum, amelyik nem egy B2C cég, de hogyha valaki banki, főleg befektetési területen értékpapírszámla, TBS, NYSZ, stb. Nyit valahol, akkor majdnem biztos, hogy az általuk fejlesztett szoftveren keresztül tudja kezelni a befektetéseit. Úgyhogy jó néhány cég van itt a közösségben, amelyik elég komoly jelenléttel rendelkezik, és azért van itt nemzetközi jelenlét is, jó pár például a Barion esetén már több mint 6 országban vannak jelen például. Szerintem itt nagyjából úgy is elmondtam ezeket a cégeket, tehát ezt itt most át is pörgetem. A Seont azért kiemelném, a Seon az egy cybersecurity cég, tulajdonképpen bankkártyás tranzakciókhoz appin keresztül nagyon-nagyon gyorsan, tehát ilyen 1-2 másodpercen belül meg tudja azt mondani 80-90%-os valószínűséggel, hogy valós felhasználó és valós ügylet van-e mögötte, nem valamilyen csalás, tehát például valakinek az ellopott bankkártyája alapján próbálnak tranzakciót végrehajtani. Ezzel nagyon sok pénzt tudnak megspórolni, például légitársaságoknak. Ők 2 vagy 3 hónappal ezelőtt kaptak külföldi pénzt, 10 millió eurós befektetést kaptak, úgyhogy egyébként 2017-ben jöttek létre, és még a Revolutnak a volt CFO-ja, tehát pénzügyi igazgatója is saját pénzzel magánszemélyként szállt be, és itt két ilyen 20 éves srácról van szó, tehát nem tudom, hogy ti ismeritek-e őket, tényleg nagyon, nagyon okos, nagyon dinamikusan működő cégről van szó.
Na majd legközelebb meghívjuk őket. Őket mindenképp érdemes lenne meghívni. Egyébként nagyon elfoglaltak, tehát nem olyan egyszerű. Én is próbáltam több rendezvényre hívni őket. Volt, amire eljöttek, volt, amire már nem tudtak. Londonban is nyitottak irodát, de például holnap is lesz egy rendezvény, amiről itt pár szót majd fogok beszélni. Oda például el tudtak jönni, igaz, hogy nem az alapítók, de tényleg egy nagyon izgalmas cég. Ha valaki chatbotot használ nagyon sok helyen, nem csak bankoknál, tehát mondjuk Erste vagy hasonló cégeknél, hanem mit tudom én, Praktiker vagy egyéb online áruházaknál, akkor majdnem biztos például, hogy a Tokebotnak a szoftverét használja. Pár szó csak a Magyar Fintech Szövetségről. Nekünk a fő tevékenységünk az egyrészt az, hogy szabályozási kérdésekben egy minél barátságosabb környezetet tudjunk elérni. Ezt mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, de azért lehet ebben előrelépést elérni. A magyar szabályozóknak is, főleg a Magyar Nemzeti Banknak is kifejezetten az a célja, hogy a digitális gazdaság és a digitális pénzügyek előre menjenek, és ennek elengedhetetlen részei a független kis fintech cégek. Tehát ez egyik legfontosabb terület, amiben előre tudunk haladni. Általában is a régióban, de akár a tágabb értelemben vett globális fintech szénában építünk kapcsolatokat. Már 8 vagy 9 szövetséggel vettük fel a kapcsolatot, és nyilván egyébként Magyarországon is a társszövetségekkel ez megtörténik, vagy megtörtént folyamatosan. Oktatási intézményekkel veszük fel a kapcsolatot, és általában is rendezvényeken veszünk részt, vagy akár rendezvényeket szervezünk, hogy minél inkább tudjuk terjeszteni azt, hogy miért fontos a digitális pénzügyek elterjedése. Ahol ez megtörtént, Egyesült Királyság, Szingapúr, az Egyesült Államok jelentős része, ott komoly mértékben hozzáadott a gazdasághoz az, hogy digitálisan kezelik az emberek a pénzügyeiket. Arról nem is beszélve, hogy mennyivel kényelmesebb és praktikusabb 2021-ben nem kötek bankokkal szaladgálni. Azt most már egészen más típusú emberek csinálják, mint az átlagember. Azt gondolom. Távlati céljaink közé pedig elég ambiciózus. Mi azt szeretnénk, hogy Budapest legyen egy régiós fintech központ. Ehhez minden lehetőség megadott, de sokat kell érte dolgozni, úgyhogy mi ezen vagyunk rajta. Ja, és persze segítjük a cégeket, hogy nemzetközi kapcsolatokat tudjanak építeni, és tudjanak terjeszkedni. Mi ugye voltunk itt vendégek, tehát azért röviden beszélnék arról, hogy az elmúlt fél évben mi történt. A taglétszám az jelentősen megnőtt, tehát szerintem egyre inkább megkerülhetetlen a Fintech Szövetség, hogyha fintech ügyekről akarunk beszélni. Szabályozási kérdésekben is egyeztettünk, és folyamatosan érünk el eredményeket, ez majd később lesz nyilván látványos. Természetesen az ökoszisztémát is tovább építettük, és nagyon-nagyon sok megjelenésünk volt. Hogyha valakit ez érdekel, a végén úgyis el fogom mondani, akkor érdemes a közösségi oldalakon is követni minket, illetőleg a hírlevelünkre is föliratkozni a mafisz.hu-n. Miért érdemes csatlakozni a Mafiszhoz? Tulajdonképpen számos motiváció lehet-e mögött. Az egyik az, hogyha valakit érdekelnek a Mafisz tagoknak a szolgáltatásai, akkor rajtunk keresztül mi is össze tudjuk őket hozni. Ha valaki szeretne ilyen cégeknél dolgozni, valakinek van egy jó ötlete, és szeretne elindítani egy fintech céget például, akkor is szívesen segítünk. Hogyha már egy fintech cég valaki, egy tulajdonos alapító menedzsment tag, és szeretne szabályozási kérdésekben, ökoszisztéma kérdésekben segítséget, akkor nagyon-nagyon egyszerűen lehet hozzánk csatlakozni, és akkor mi segítünk, egységesen lépünk föl. Mindenhol azt kérik az MNB-nél, a PM-nél, mindenhol, hogy egységesen jöjjünk, ne külön-külön menjenek oda a cégek. Vagy akkor is, hogyha valamilyen kiegészítő komplementer szolgáltatásokkal foglalkozik valaki, és szívesen működne velünk együtt, akkor is szívesen beszélgetek bárkivel, vagy beszélgetünk bárkivel. Még egy rendezvényre akarnám fölhívni mindenkinek a figyelmét. Holnap lesz a Portfolio.hu-nak a Financial and Corporate IT konferenciája. Erre még mindig lehet jelentkezni, online is lehet követni egyébként, és itt egy külön szekciót kaptunk, ami szerintem egy nagyon-nagyon nagy dolog. Számos cég itt lesz, beszélünk külön crowdfundingról, ugyanúgy robo-advisorokról, tehát automatizált befektetési szolgáltatásokról, e-commerce segítő megoldásokról, és ahogy említettük, a SEO-n is ott lesz, tehát cyber security-ről is fogunk beszélni, és általában a fintech szektornak a jövőjéről, hogy hogyan lehet terjeszkedni a régióba, vagy akár nemzetközi szinten. Úgyhogy ezt is érdemes megnézni, vagy követni ezen a rendezvényen. Bárkit tényleg szívesen látunk online is ezzel kapcsolatban. És hogyha kérdésetek van, szeretnétek követni, akkor lehet a LinkedIn-en, egyébként a Facebookon is, Twitteren is, de főleg a LinkedIn-en a Mafiszt megkeresni, és akkor ott követni a bejegyzéseinket, a mafisz.hu-t megnézni, ott a hírlevélre feliratkozni. Illetőleg, hogyha bármilyen kérdéstek van, akkor nyugodtan válaszolok itt is, meg az infokukac.mafisz.hu-n, de akkor mondd, és akkor próbálkozom. Ugye itt említetted ezt a regionális vezető szerepet, ezt nyilvánvalóan
automatikusan el lehet mondani minden alkalommal bármiről, amiről beszélni szeretnék, mert ezt mindenki mindig szeretné. De azért itt vannak mások is versenyben hasonló címért, sőt, dedikáltan, igen, erős stratégiákkal felszerelkezve. Hát mit nem mondjak, mondjuk a litván példát, ahol csak döntés alapon őrületes nagyot fejlődtek, és rendkívül sok globálisan jelentős fintech cég választotta azt helyszínül. Nem beszélve a Baltikum egyéb országairól, akik szintén így döntöttek, hiszen ehhez nem kell se ásványkincs, se hatalmas ország, mint négyzetkilométerekben, se óriási lakosság, se elképesztően különleges talentum, csak inkább szorgalom kell, és egy megfelelő képzés, ami viszont ma már globálisan elérhető. És hát jelentős eredményeket elértek. Szerinted itt mit kéne tenni a magyar policy makereknek, hogy ezt a vágyámat tényleg teljesítsük? Igen, hát itt két országot lehet kiemelni, ugye mégis mind a kettőt említetted, az egyiket is szó szerint, a Litvánia, a másik pedig Észtország. Észtország esetén az volt az óriási előny, hogy Észtországban egy nagyon erős digitális gazdaságot építettek ki. Ez egy nagyon tudatos stratégia volt, ami tulajdonképpen évtizedek óta zajlik. Azt gondolom, hogy persze ezzel is lehet versenyezni, itt is van erre törekvés, de azért túlságosan konzervatív a magyar gazdaság, a magyar lakosság is, illetőleg akár azt mondom, hogy a szabályozók is, vagy a törvényhozók is, hogy ezt ténylegesen következetesen végig lehessen vinni. Ettől függetlenül itt is van fejlődés, de én nem gondolom azt, hogy mondjuk így, hogy a kelet-közép-európai vagy a kelet-európai országok közül Magyarország ebben a belátható időn belül első lesz. Tehát ott egy sokkal tágabb stratégia volt. Ami sokkal inkább érdekesebb, ez egy fókuszált stratégia, az Litvániában valósult meg, ahol azt mondták, hogy mi szabályozási kérdésekben maximális rugalmasságra fogunk törekedni, és sokkal könnyebben adunk engedélyt, és próbálunk minél inkább figyelembe venni azt, hogy a digitális gazdaságban, a digitális pénzügyek területén mi az, ami reális, mi az, ami észszerű, és mi az, ami teljesen feleslegesen fogja vissza a növekedést. Mondok egy példát, van egy tagunk, amelyik külföldi cégek és magánszemélyek felé is szolgáltat, és el kell kérni a bizonyos adatokat, például tipikusan ilyen az édesanyja neve, ami egy eléggé személyes kérdés, és el kell kérni ezt a felhasználóktól. És Magyarországon ez egy viszonylag gyakori dolog, hogy elkérik az embertől az édesanyjának a nevét. De külföldön, a legtöbb nyugati országban ezt nem igazán fordul elő. És ez egy apróság, és azt lehetne mondani, hogy akkor csinálunk a szabályozásban egy ilyen minimális kis változtatást, hogy teljesen felesleges elkérni az édesanyját, anélkül is lehet valakit azonosítani, hogy ez az adat meglenne, és közben nem romboljuk a konverziót, nem építünk föl bizalmatlanságot az adott cég, vagy az adott ökoszisztéma felé, hogy teljesen feleslegesen mindenféle adatot elkérünk. Ez egy-egy ilyen apróság, és én azt gondolom, hogy ez a fókuszált stratégia lehetne jó. A szabályozói oldalon, meg a törvényhozói oldalon ez félig megvan, félig meg nincs, és ezt a falat kell áttörni. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy növelni kell a digitálisan affluens rétegnek a számát, és hát azt, hogy ismerjék minél jobban ezeket a szolgáltatásokat, és ezeket az információkat megkapják. Jelen pillanatban Magyarországon van mondjuk 6-700 ilyen ember, hogyha ezt föl tudjuk növelni 2-3-4 millióra, az mindenképpen nagyon jó lenne, és ebben a fejlődést a Covid is nagyon sokat tett, és ma már csak 18%, ezt múlt héten hallottam ezt a számot, csak 18% az a teljes felnőtt lakosságból, aki ragaszkodik ahhoz, hogy bemenjen egy bankfiókba, hogy elintézze az ügyeit. A maradék az lehet, hogy néha bemenne, lehet, hogy néha nem, de egyáltalán nem ragaszkodik hozzá, és hajlandó online vagy appon keresztül intézni az ügyeit. És ez korábban ez 40-50% volt, ez 2-3 év alatt változott meg, és a Covid ezt fel is gyorsította. Hogyha ezt a folyamatot tovább tudjuk növelni, akkor, és nem csak ezen a szinten, hanem tényleg, hogy egy erősen digitálisan affluens réteg jöjjön létre, akkor szerintem ez egy óriási táptalaj lehetne arra, hogy tovább menjünk. Oké, hát hajrá! Azon leszünk. Márton, egy csomószor emlegette Valázs itt például a Revolutot. Az a kérdésem, hogy a Coin mikor éri utol a Revolutot, ez az egyik, illetve mi az a szolgáltatás, amivel versenynek kelünk ebben a hatalmas digitális térben, ha a Coin nevét halljuk. Parancsolja! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Szabó Márton vagyok, a Coinnak az ügyvezetője. Hát az első kérdésedre a válaszom az nagyon gyors lesz, mert nem szeretnénk a Revolutot utolérni, vagy legalábbis lehet, hogy ez így kicsit hülyén hangzik, mert persze nagyon szeretnénk a Revolut lenni, de nem volt soha az a célunk, hogy olyan típusú szolgáltatást nyújtsunk, mint ők, úgyhogy nem ezt látom magam előtt egyes számú kihívásként.
Nagyon gyors leszek a prezentációmmal. Egyrészt sokan ismeritek, vagy hallottatok már, tehát ezért sem akarom nagyon részletesen elmondani azt, hogy mi is a COIN. De azért mondd el. Mi van a hátterünkben, de azért természetesen össze fogom foglalni, úgyhogy kérem szépen, hogy a prezentációt indítsátok el. Na szóval a COIN az egy úgynevezett PFM alkalmazás, az a Personal Finance Managementnek a rövidítése, ami egy bevett szoftver kategória, ez egyébként Amerikában több évtizede létezik, itt a legjelentősebb szereplő az egy Quicken nevű alkalmazás volt, aztán később ez, amikor az egy desktop alkalmazás volt, később egy Mint nevű szoftver kezdett elterjedni, ami az első web alapú ilyen kiadás követő, vagy personal finance management szoftver volt. Mi ezt most már elég rég kezdtük el, igazából akkor még talán ez a fintech kifejezés sem nagyon létezett, amikor mi ezt hozzáláttunk. Ez egyébként teljesen a saját tapasztalatunkból, meg saját igényeinkből indultunk ki. Az volt a tapasztalatunk, hogy voltak a különféle internetbanki felületek, amik egyszerűen nem tették lehetővé azt, hogy az ember a saját pénzügyeit átlássa. Szerintem ez, és erről fogok még egy picit beszélni, hogy ugye azt láttuk, egyébként akkor néhány éve voltunk túl a 2008-as pénzügyi válság legrosszabb évein. Ez teljesen egyértelmű volt, hogy igazából mindenki, vagy nagyon sok ember nagyon kínlódik azzal, hogy a saját pénzügyeit hogy kezelje, és azt láttuk, hogy az intézményi oldalról egyáltalán nincsen támogatva ez a történet, és igazából ugye itt pont a válság éveiben zajlott a különféle szereplők részéről mindenféle egymásra mutogatás, hogy ki tehet arról, hogy az emberek nem értenek a pénzhez, hogy az emberek miért annyira aluledukáltak a pénzügyek tekintetében, mint amennyire, hogy miért vesznek fel sokkal több hitelt, mint amit visszabírnak fizetni. De közben azt láttuk, hogy igazából nagyon sok minden hiányzik ahhoz, hogy ez egy nagyon, ahogy tényleg ez sok szereplős történet volt, és ennek egy nagyon pici, de fontos eleme az, hogyha az ember belép az internetbankjába, akkor igazából nem tudja, hogy mire mennyit költ, nem tudja azt, hogy mennyi pénze van, és itt tényleg egyébként olyan problémákat tudnék felsorolni, ez csak egy kicsit így kicsit egy ilyen mikroszkópikus példát elmondanék, hogy például egy banki felület, hogyha az embernek vannak megtakarításai, akkor azt se nagyon tudja megnézni, hogy egész pontosan mennyi volt a hozam, hogyha részvényeket például különböző, vagy valamilyen befektetési terméket különböző időintervallumban vásárolt, akkor egyáltalán nem látja azt, hogy ott pontosan mi történt évek elteltével. De nyilván nem ez a legáltalánosabb probléma, mert tényleg, hogyha az embernek mondjuk két helyen, két bankszámlája van, akkor rögtön két helyre kell belépni ahhoz, hogy megnézze, hogy mennyi pénze van, vagy mennyi pénze maradt hátra abban a hónapban, amit még elkölthet. Tehát innen indultunk ki igazából, és akkor csináltunk egy pici alkalmazást, ez nekünk is egy nagy teszt volt, hogy mennyire fogja érdekelni az embereket. Ugye ez ilyen tyúk vagy tojás problémája volt akkor a fejünkben, hogy nem tudtuk, hogy azért nincs ilyen alkalmazás magyar nyelven, magyar piacra, mert senkit nem érdekel, vagy pedig azért nincs ilyen, mert még senki nem csinált. És akkor elkezdtünk, összeraktuk ennek az alkalmazásnak az alapját, ez akkor csak mobil telefonon futott olyan értelemben, hogy nem volt szerver mögötte, tehát az adatbázis, a bekerült adatok azok csak a telefonon voltak meg. Innen indultunk el, és akkor ezt láttuk, hogy ez tulajdonképpen bizonyos keretek között látszódott az, hogy ez egy sikeresnek mondható dolog, és nagyon nagy az érdeklődés, ami körülveszi. Úgyhogy azóta viszont most már ez a többedik generációja a szoftvernek, akkor egy idő, majd ez a számokból is egyébként látszódik, amit mutatni fogok, meg az egész történetünk is felfűzhető e köré. Végül is ez most gyakorlatilag a 3.0-ás verzió, ami kint van élesbe. A második verzió volt az, amikor elkészítettük ennek a szoftvernek a
úgynevezett backendjét, ami gyakorlatilag a szerver környezet, ami kiszolgálja, és a 3.0-as verzió volt az, amit felkészítettünk már arra, hogy ne csak manuálisan lehessen bele adatokat betölteni, hanem már képes legyen majd arra, hogy bankokhoz csatlakozva automatikusan legyenek adatok letölthetőek, hogy több bankszámlát kezeljen, egy csomó automatikusan kategorizálja ezeket a bankokból letöltött vagy szinkronizált adatokat, és a többi, és a többi. Úgyhogy tulajdonképpen most arra eljutottunk odáig, hogy több mint 250 ezer letöltés volt az alkalmazásboltokból, ez az összes jelentős platformon elérhető, tehát egyrészt van egy elérhető webalapon, ez a coin.hu alól, illetve mobil alkalmazások iOS, Android és a Huawei Store-ból tölthető le. A havi aktív felhasználó szám, ez ugye azt jelenti, hogy legalább egyszer különböző felhasználók ennyien használják, ez ilyen 15 és 17 ezer felhasználó között ingadozik ez a szám, és a regisztrált felhasználó szám az 150 ezer. Azok az emberek, akik valaha használták már a coint, és akkor itt egy pillanatra meg is állnék, mert sokszor itt meg szokták kérdezni, hogy a két szám között miért ilyen nagy a különbség a regisztrált és az aktív felhasználók között. Ezt ugye úgy hívják, hogy churn, a lemorzsolódás, és hát igen, azért ilyen nagy a lemorzsolódás, mert ez a manuális vezetése a kiadásoknak, meg az egyéb pénzügyi tranzakcióknak. Ez egy nagyon nagy fokú elkötelezettséget igénylő tevékenység, tehát ezt hónapokon keresztül vezetni, ugye ez rengeteg meló kvázi, és mi azt láttuk, meg a saját kutatásaink és felméréseink is azt mutatták, hogy egyszerűen az emberek hosszú távon nem tartanak ki, de nagyon érdekli őket az, hogy pontosan mire mennyit költenek, hogy alakulnak a pénzügyeik, és az összes ilyen következtetés, amit egy ilyen alkalmazás segítségével, vagy a coin segítségével le lehet vonni a pénzügyekre vonatkozóan, vagy a személyes pénzügyekre vonatkozóan, az tök érdekes, csak sajnos nagyon melós volt. És most már akkor nem az? Tehát most már beviszi az alkalmazás saját maga a költéseket? És akkor ebben volt most egy nagyon nagy változás, nagyon-nagyon régóta dolgozunk már ezen, különféle aspektusból, tehát egyrészt mi az elmúlt években a szoftvert is teljesen megújítottuk, tehát ezt már azóta így az alapoktól teljesen újraírtuk azért, hogy egy jobb szoftverrel tudjuk ezt a szintet megugrani. Másrészt viszont egy hónappal ezelőtt ugyan szép csöndben, és erre sok okunk volt, hogy nem vertük ezt eleinte nagy dobra, de négy bankkal összekötöttük most már a coint. Ez az, amiről korábban volt szó, illetve hogy hát tulajdonképpen az egésznek az alapját jelenti ez a PSD2 nevű szabályozás, ami megteremtette azt, hogy létrejöjjenek ezek az úgynevezett számlainformációs szolgáltatónak nevezett cégek vagy cégkategória. Ehhez először meg kellett szerezni a Magyar Nemzeti Banktól az engedélyt, hogy ezt a szolgáltatást el lehessen indítani, tehát ezt egyébként nem, őszintén mondom, hogy nem azért, mert magunk felé hajlik a kezünk, én nagyon sajnálom, hogy nem tud sokkal több ilyen cég lenni, sokkal egyszerűbben, aki ilyen szolgáltatást el tud indítani. Szerintem ez nem csak azért, mert ezt nem abból a szempontból mondom, hogy nekünk jó lenne a több versenytárs, mert természetesen nekünk nagyon jó, hogy csak kevés versenytársunk van, de azt gondolom, hogy pont az, hogy ebbe a szektorba sokkal, de sokkal több innováció tudjon megjelenni, sokkal-sokkal több kísérlet, ami akár később kiderül, hogy fölösleges volt, vagy nem jó, vagy értelmetlen, vagy nem való semmire. Ezekre nagyon nagy szükség lenne, hogy ezt az egész piacot sokkal jobban katalizálja, és ahhoz sokkal több szereplőre lenne szükség, akik friss fejjel, nem a pénzügyi piacról megérkezve, hanem akár egyenesen az egyetemi padból, vagy a gimnáziumból, teljesen mindegy. Tehát, hogy sokkal több ilyen friss szereplőre lenne szerintem szükség. Bízunk benne, hogy így lesz.
és miből él a Coin? Mi képezi a bevételeteket? Bocsánat, még egy picit ezt visszatérek a legvégén, jó erre a kérdésre, hogyha nem probléma, mert akartam erről beszélni. Még azt elmondanám, hogy első körben 4 bankokkal tudtuk összekapcsolni a Coint, ez az OTP, a Magnet, a Revolut és a Raiffeisen. Szerintem legkésőbb a jövő héten ki fogunk jönni az Unicredittel és az Erste integrációval, és az összes többi bankkal az a célunk, hogy még idén elkezdjen együttműködni a Coin, de ez egy olyan dolog, ami rajtunk kívülálló dolgok is nagy mértékben befolyásolnak, úgyhogy ezt mi se tudjuk előre pontosan megmondani, hogy mikor tudunk elindulni. Itt az utolsó szlájdomnál szerettem volna erre a kérdésre rátérni. Szerintem azt szeretném így elmondani erről a PFM-ről, mint műfajról, hogy mi úgy tekintünk erre a dologra, hogy igazából most ez a pont, ahova végre eljutottunk. Ez igazából ez nem a vége ennek a történetnek, hanem igazából az eleje. Tehát ez az egész PFM műfaj, ez sok éve létezik külföldön is. Szerintem nagyon sok a kérdés mindenkinek a fejében azzal kapcsolatban, hogy ez pontosan mire is lesz jó, hány embert érdekel, mi lesz a helye a megújuló és egyre modernebb banki felületek mellett, vagy hogy viszonyulhat majd a Revoluthoz. Tehát nagyon sok ilyen kérdés van. Mi úgy tekintünk erre a dologra, hogy ez egy olyan platform má tud válni, ami behoz a pénzügyi szolgáltatások piacára egy hatalmas lehetőséget. Igaz, hogy konkrétan pénzt nem kezel, ami sok szempontból egy hátrány, de nagyon sok szempontból egy előny tud lenni, és az, hogy ez egy olyan digitális platform, ahol az adatok, azok végre olyan adatok, amik igazából az embernek a saját személyes adatai, azokkal sokkal szabadabban rendelkezhetnek mostantól kezdve a felhasználók, mint addig, amíg csak egy Excel vagy CSV exportban a bankból valahogy le tudták tölteni ezeket a havi számla egyenlegeket, vagy hasonló adatokat. Úgyhogy igazából az is egy nagyon nagy kérdés, hogy lehet monetizálni ezt a szolgáltatást. Erre különféle terveink vannak, mi nem jutottunk még el idáig, mert az üzleti tervünk az mindig arra az előfeltételezésre épült, hogy eljutottunk erre a szintre, tehát nekünk idáig nem volt még árbevételünk. Uh-huh. És akkor bootstrappeltek, vagy befektetőtök van? Igen, a 2017 végén a High Ventures szállt be rajtunk kívül befektetőnek a Coinba. Értem. Jó, hát szuper. Tehát akkor az a cél, hogy minél többen használjuk a Coint, és így tudatosabban tudjuk kezelni a pénzügyeinket. Igen. Szuper. Wow. Köszönöm szépen. Itt van mellettem a Rikes képviselőjük, én egészen különlegesen érzem magam, mert ennyire személyes részvétel ez gyakorlatilag hosszú idő óta nem volt, hogy itt a vendégek itt ülnek velünk együtt ténylegesen a kanapén. Úgyhogy ez egy különleges alkalom ilyen szempontból is, ki is süt a gyönyörűen a nap, úgyhogy élvezzük közben a kilátást, miközben tanulunk a digitális pénzügyekről. Mit nyújt a Rikes? Mit kell rólatok tudni? Köszönöm szépen a meghívást, először is. Én Zádor Balázs vagyok, a Rikesnek az egyik alapítója. Mi egy kicsit vegyesebb képet mutatunk abban a tekintetben, hogy ugye most fintech a téma, de mi tulajdonképpen a fintech és a retail technek a kereszteződésében állunk. Ugye, ahogy a Mártonék is, mi is a PSD2 alá tartozó cég vagyunk, erre tekintettel beszéltünk ugye fintech témáról, de mi itt a banki adatok hasznosítása kapcsán tulajdonképpen egy marketing eszközt építettünk, ami ugye az elmondott, PSD2-re épül. Ugye Márton nem mondta, de a PSD2 2019. szeptember 14-én lépett volna életbe, ha ez valóban létrejön. Ugye a PSD2-nek sok több ága van. Többek között ez rendelkezik például a többfaktoros autentikációról is.
Mi azonban azt az ágát hasznosítottuk, aminek kapcsán ugye a PSD2 hozzáférést enged nagyon-nagyon szabályozott keretek között jegybanki engedéllyel rendelkező társaságok számára a felhasználóik bizonyos típusú banki adataihoz. Tehát ez a PSD2 lényege, csak azért gondoltam kiemelni, mert valószínűleg többen hallgatnak. Nem, semmi gond. Tehát csak, hogy még egyszer örülök, hogyha ismétlet, hogy a PSD2 mint rendszer azt engedi meg. Igen. Hogy gyakorlatilag, illetve az egyik ága azt engedi meg, hogy jegybanki engedély birtokában lévő cégek az Európai Unió területén gyakorlatilag bankokhoz apikon keresztül csatlakozva a felhasználóik banki adataihoz, még egyszer mondom, nagyon szabályozott és biztonságos keretek között, de hozzáférjenek. Ugye a PSD2-nek a lényege, hogy ezen a tehát a banki adatok hátán mindenfajta innováció szülessen. Amit mi csináltunk belőle, vagy amit mi építettünk ebből, az gyakorlatilag, ahogyan mondtam, ez egy mobil alkalmazás, ami tulajdonképpen egy marketing eszköz. A felhasználóink számára az egy olyan cashbacket, tehát pénzvisszatérítést adó mobil alkalmazás, ami 100%-ig teendőmentes, tehát ez egy teljesen automatikus cashbacket biztosító alkalmazás, amely a felhasználók bankkártyás vásárlásait követően biztosítja a cashbacket. A partnereink számára pedig egy olyan marketingeszköz, ami tulajdonképpen úgy eddig nem látott módon, vagy hatékonysággal képes targetálni a versenytársak vásárlóira. Azért mondjál el egy tranzakciót egész pontosan, ki az, aki visszatéríti a pénzt, amit költök? Igen, ugye azért mondtam, hogy retailerek, illetve retail techről is van szó, mert itt a partnereink jellemzően nagy retail tech vállalatok. Mondjuk egy példát, hogyha a felhasználónk a Rossmannban vásárol és bankkártyával fizet, akkor az alkalmazásban elméletileg 6 órán belül, és ezt majd kifejtem, hogy miért elméletileg, de 6 órán belül pénzvisszatérítést kap. Ezt a pénzvisszatérítést értelemszerűen a partnerek biztosítják a nap végén. És hát számukra ez miből? Miből? Tehát ki? Hát ez gyakorlatilag marketing büdzsé terhére. Marketing büdzsé terhére, de itt, amit az előbb mondtál Rossmann esetében, hogy a másik a Rossmannban, 6 órán belül elméletileg, de reméljük gyakorlatilag is visszakapok mennyit? És akkor kitől? Ja, igen, hát ez ugye iparágonként abszolút változó százalékokról beszélünk, ugye ez például az élelmiszer kiskereskedelemben 1-2%-os cashback-ek jellemzők, de ugyanakkor olyan területek is vannak, ahol akár 15-20%-os visszatérítésről is beszélünk, és ezt a partner nyújtja, ezt a visszatérítést, ugye az applikáción keresztül. Az üzleti ez standard vagy akciószerű? Tehát, nem, két részből áll, erre mindjárt kitérek, két részből áll, van egy ilyen úgynevezett alap, vagy loyalty cashback, amit mindig minden vásárlás után megkap a felhasználó. Ez szolgálja azt a célt igazából, hogy egy ilyen kvázi hűségprogramként is működjön a rendszer. És egyébként vannak kampányok is, amelynek kapcsán meg során pedig jelentősen magasabb cashbackek is elérhetőek. Óriási, tehát nem a nyomtatott újságból kell kinézni az akciót, hanem meg kell szerezni a ti kártyátokat, és ti gondoskodtok arról, hogy ezek a partner szolgáltatók a megfelelő módon visszacsatornázzák ezt az kvázi árengedményt cashben nyújtva, tehát visszatérítés útján a felhasználónak, vagy a vásárlónak. Pontosan, ez az alkalmazás lényege a felhasználói oldalról, hogy teljesen automatikus, tehát itt mutatom is, mert lesz ez a folyamat. Tehát még bocsánat annyit előtte, hogy ugye alapvetően a működés az úgy történik, hogy tartsam a szlájdok sorrendjét, hogy gyakorlatilag ugye mi ilyen speciális PSD2-es apikon keresztül csatlakozunk az Európai Unió bankjaihoz. A bankok kötelezettek az adatszolgáltatásra, tehát nekünk bankokkal szerződni nem kell. Egyszerűen ezeket az apikat kell integrálni. És az integrációt követően annak az adott banknak a felhasználója gyakorlatilag teljesen automatikusan tudja használni a rendszert. A
az eredménye az egésznek ugye ez, amit elmondtunk, tehát született egy olyan alkalmazás, aminek kapcsán bankkártyás vásárlást követően automatikus cashback, és itt nagyon fontos, hogy ugye összehasonlítjuk többféle tradicionális hűségprogramokkal, vagy ilyen multiváltos hűségprogramokkal. Az égvilágon, amellett, hogy semmilyen tendő nincsen, nem kell kártyát használni, nem kell, tehát mi a banktól kapjuk az adatot, arról, hogy ez a tranzakció megtörtént. És az egy dolog, hogy ez a tranzakció megtörtént, akkor ebből lesz ugye ez a cashback, nyomváírás, de ugye a rendszerünk azt is látja, amikor a partnerünk versenytársánál történt a tranzakció, és ebből targetál. Tehát ebből született a partner számára egy olyan fontos, a partnerünk számára egy olyan fontos marketing eszköz, amivel gyakorlatilag pontosan tudnak targetálni, kampányolni versenytársvásárlókat. Na hát világos. Hát azt szeretném itt a kedves nézők, jelenlegi nézők és az utólagos nézők, mert ugye minden felkerül YouTube-ra és Facebook-ra is, és úgy látjuk, hogy elég szorgalmasan nézik a nézők utólag is a videókat. Tehát itt most az, hogyha megkérdezi tőletek bárki, hogy mi az, hogy fintech, akkor ezután a nap után szerintem két olyan példát tudtok megmondani bárkinek, ami ténylegesen a mindennapi életünket teszi élhetőbbé és jobbá. Ez egyik ráadásul még cash-t is visszaad, és egy nyilván egy nagyon jól, tehát nagyon, ez nyilván nagyon-nagyon vonzó, tehát a másik pedig egy tudatos a pénzügyi viselkedésre tud minket ösztönözni. Hát, hogyha valamiről fintechnek szólnia kell, akkor azt hiszem, hogy ez két rendkívül jó példa erre. De még fejezd be, hogyha még valamilyen mondani valód a Rikesről, legyen mindenkinek Rikese meg Konya egyébként. Majd kitaláljunk valami akciót, amit itt olvasóink, nézőink kaphatnak tőletek, majd kipasszírozunk valamit utólag még ebből, hogy mindenki jól járjon. Igen, még a felhasználó élményről annyit, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy a felhasználó letölti az alkalmazást, egyetlen e-mail címmel és egy jelszóval regisztrál, ezt követően az alkalmazásban ki kell választani a saját bankját, átirányítja a banknak a felületére, ahol ugye saját maga autentikálja saját, tehát ez egy teljesen biztonságos rendszer, semmilyen jelszóval egyébként nem rendelkezünk, nem kapunk. A banknál meg kell adni ezt a jóváhagyást, és ez az egész folyamat együtt körülbelül egy perc. És akkor innentől fogva ennek az alkalmazásnak a használója, akinek ez a telefonján ott van, ha bárhol fizetett bankkártyával, Rossmannál, Praktikernél, egyéb helyeken, aki a partnerünk, akkor automatikusan meg fog jelenni a pénz az alkalmazásban, amivel egyébként szabadon rendelkezik. Szuper, érthető. Jó, akkor nekem csak egy kérdésem van, hogy van-e hozzátok hasonló Európában vagy a világon? Van-e olyan versenytárs, ami... Nem, ugye nálunk darab PSD2-es cég van jelenleg, az Európai Unióban nagyjából, illetve az Egyesült Királysággal együtt az Európai Unióban nagyjából 300, ebből kb. 250 az Egyesült Királyságban. Mi nem tudunk olyan versenytársat, pontosabban most jelent meg egy versenytársunk az Egyesült Királyságban, de egyébként más cégről nem tudunk, aki ezt az üzleti modellt építette a PSD2-re. Csodálatos. Hát akkor azt hiszem, már megérte bejönni ma a kanapére, hogy mindezeket megtudjuk. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokáig hallgatnám még itt a részleteket, de itt tartanunk kell valamennyi a menetrendet, úgyhogy ez egy ízelítő volt abból, hogy mi az, hogy fintech, de időről időre vissza fogunk térni erre a témára. Úgyhogy, és hogy Balázs említette, holnap van egy portfolio.hu-s esemény, ahol szerencsére a fintech már egy szép nagy szekciót kapott, amire egy-két évvel ezelőtt még talán nem is volt példa. Úgyhogy ott is lehet tovább érdeklődni, majd figyelni az eseményeket. Az egy belépős konferencia, de a Tőkeportál hírleveleinek, a hírlevél olvasóinak egy kedvezményt biztosított a portfolio.hu. A tegnap kiment hírlevélbe, ha valaki arról lemaradt, akkor elküldjük neki újra, hogyha az érdekli. De azt elárulom, hogy azért 33 ezer forintra jön így is ki az egész napos konferenciára, de meg lehet nézni a portfolio.hu-n a programot, hogy ez mennyire lesz releváns. De a Coin-nel és a Rikesről itt is hallhattunk elég bőségesen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek. Mindenki majd olvassa el az összefoglalót, és ott be fogjuk fűzni ezeket a preziket, és a megfelelő linkek mentén elnavigálunk titeket aztán az applikációkhoz, hogy akkor mindenkinek a javára és hasznára válhasson a ma megszerzett információ. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És akkor térjünk át a kampányainkra, a közösségi finanszírozás kapcsán, hiszen futnak kampányaink
a platformom, amiket több egyszerre hallhattatok már itt a kanapén is, és hát elég szépen, szép mennyiségű támogatás és befektetés is érkezett. Az első vendégünk a Szófa, akik még sose voltak itt szintén személyesen, hiszen a karantén azt is megakadályozta egészen ideig, de most itt van már velünk Mohácsi Árpád és vendége. Ugye, aki még nem látogatta meg a Szófa platformot, Szófa irodalmi portált, annak most ajánlom, hogy ennyi pénzügyi ismeret után kapcsolódjon kicsit ki a kortárs magyar irodalom ügyében. Én is rendszeresen ezt teszem, és sokkal műveltebbnek érzem magamat, amit a Szófa kampányát futatjuk. Köszönhetően nektek, Árpád, ezt talán komolyan mondom. Úgyhogy igazán nagy öröm számunkra, hogy itt vagytok, és nálunk gondoltátok elindítani a kampányotokat. Akkor át is adnám neked a szót, és utána megkérlek, hogy mutasd be majd a vendégedet. Szóval ez volna akkor a Szív utca, és rögtön ez volna az első kérdésem, Ágnes, ez, hogy ugye sokáig nem foglalkoztál végül is irodalommal, vagy hát nem íróként foglalkoztál irodalommal, és egyszer csak jött ez az ötlet, hogy írjál egy regényt. Miért is, meg honnan is jött ez a regény írási alapötlet, vagy késztetés? Én is szép estét kívánok a nézőknek. Szerintem hozzád fogok beszélni, nem így a kamerához, mert ez egy beszélgetés. Az nem igaz, hogy irodalommal nem foglalkoztam, mert mindig is azzal foglalkoztam. Tehát először így olvasóként, amióta nem tudom olvasni, megtanultam. Így nekem a könyvek világa volt így az én világom. És aztán magyar szakelvégzése után a Magyar Rádió irodalmi osztályára kerültem, ahol igaz, hogy a másik oldalon szerkesztő riporterként, de naponta, és főleg kortárs magyar irodalommal, színházzal, tehát interjúkat készítettem, műsorokat, utána pedig kulturális kiadványoknak a szerkesztőjéként dolgoztam, és dolgozom a mai napig. Hogy jött az írás? Ez egy nagyon egyszerűnek tűnő egy életesemény sorozat indított el abba az irányba, hogy volt egy komoly autóbalesetem a nagylányommal, amit szerencsés módon túléltünk, és igazából utána volt még pár olyan elmúltam 40 éves, ez az életközép, és valahogy azt éreztem, hogy az az élet, amit addig éltem, meg az a munka, amit csináltam, azok a feladatok vagy kihívások, azok már nem érvényesek így a mindennapjaimra. És nagyon szerettem volna valamit változtatni, de nem tudtam, hogy milyen irányba induljak el. És először csak elkezdtem cikkeket írni más témában, saját írásokat, tehát nem interjúkat készítettem, hanem bizonyos témákról, mondjuk ezek voltak pszichológiai jellegű témák, vagy ilyen önismereti témák, voltak ilyen novella jellegűek, és az egyik ilyen cikkemnek egy ilyen nem várt sikere volt, és valahogy így beindultak a dolgok, vagy egy olyan útra kerültem, amiről már nem tudtam így lemászni. És akkor 2019. januárjában nekem mindig is voltak történetek a fejemben, de ezek inkább ilyen filmszerűek voltak. Akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor elkezdek megírni egy történetet egy nőről, aki igazából egy sors történet, ami generációról, több generáció összeszövődéséről szól, egészen Magyarországtól Argentinán keresztül Amerikáig, és ebben benne volt egy ilyen családtörténet is, a nagymamámnak a története, és a meglepő az volt, hogy ők hatan voltak lánytestvérek, már csak hárman élnek, és egyik sem Magyarországon. És ahhoz, hogy ezt a regényt meg tudjam hitelesen írni, és az ő generációjának, tehát ez a nagyszülői, ez egy holokauszt túlélő történet is benne van, de nem holokauszt regény, hogy ez hiteles legyen, ahhoz el kell utazzak a nagymamámnak, a húgaihoz. És itt jön be például az, hogy
hogy hogy is tudok kapcsolódni én nem az előbbiekhez, de mondjuk a finanszírozáshoz, vagy ahhoz, hogy fundraising, mert elindítottam egy barátom javaslatára egy kampányt, egy fundraising kampányt, ahol az első fejezetet leírtam meg, hogy mi a célom, és igazából 5 hét alatt összegyűjtöttek nekem az emberek több mint 2000 eurót. És amikor ez a pénz összejött, és elutaztam Argentinába, igazából akkor döbbentem rá, hogy mennyi mindenki tud kapcsolódni egy történethez, ami egy idő után már nem csak az én történetem lett. Fantasztikus. Mikor volt ez? Mikor volt ez a kampányod? Ez 2019, ugye januárjában kezdtem el írni, áprilisban hirdettem meg, májusban jött össze a pénz, és én augusztusban már Argentinában voltam. És a hihetetlen, hogy egy évvel később jelent meg a könyv, ami, hát akkor most itt hadd büszkékedjünk, a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg, és hát egy hónap alatt elfogyott az első kiadás, aztán még egy hónap alatt a második, most gyakorlatilag 9 hónap leforgás alatt a harmadik kiadásnál tartunk, és szerződéskötés előtt vagyok egy spanyol fordító, vagy egy spanyol kiadóval, és van már érdeklődés német fordításra is, úgyhogy ilyen hihetetlen sikersztori. Csodálatos. Gratulálom. És magyar kortárs irodalom, tehát, hogy így... Köszönöm. Hadd kérdezem én meg tőletek, hogy egyébként akkor már ismeritek egymást, hol indult ez a történet? Az úgy indult, hogy a Kaligram benne van a Szófának a folyóirat, nem tudom, a folyóiratai között, és most dolgozom egy másik regényen, és a márciusi Kaligramban volt egy részlet. Lehet, hogy te azt olvastad, Árpád, vagy... Hát ugye közös kiadónk van, tehát ugye én is a Kaligram kiadónál vagyok, és így figyelem azért különös tekintettel ugye a Kaligram kiadó többi szerzőit, olvasom, és megnéztem ezt a szívutcát én is, hogy miért lesz olyan, mitől lesz ez olyan nagyon sikeres, vagy el akartam olvasni én is, elolvastam, és nagyon tetszett, és hát így. Oké, tehát teljesen szakmai. Igen, tehát korábban nem ismertük egymást, hogyha ez... Most először találkoztunk. Sőt, múlt héten beszéltünk először telefonon. Először, de nem utoljára. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, meg örülök neki. Parancsoljon Árpád, hogy mit szeretnél hozzáfűzni. Azt, hogy egy kicsit arról akartam még beszélni az Ágnessel, hogy hogy mennyire van szükséged neked íróként így olvasókra. Tehát ugye, hogy a kortárs magyar irodalmat sokszor szokták azzal vádolni, hogy hát egy kicsit benfenteskedő, vagy hogy ilyen elefánt csontoronyban van, de hát ugye éppen elértél itt nagyon sok olvasót, ugye ilyen magyar közökhez képest szokatlanul sok olvasót, és azért is kérdezem, hogy volt ebben valami tudatosság, vagy szándék? Mert ugye nyilván ebben a kampányban, amit gyűjtöttél, egyébként ennek nagyon jó marketing értéke is volt egyébként utána a regény szempontjából. Tehát nyilván, aki adakozott és részt vett ebben a kampányban, az utána különösen figyelte a, tudom én, a könyv sorsát, vagy megjelenését, és lehetett a könyvről, és így tovább. És ugye ennek kapcsán érdekelne, hogy neked milyen viszonyod van így a közönséghez. Tehát írni egyébként ugye elvégben lehet csak a fióknak is, vagy mit tudom én. De hogy te ezt talán egy kicsit most másképp csinálod. De az írás igen egy nagyon magányos dolog. Sok minden eszembe jut, a mondat, hogy tudatosság, semmilyen tudatosság nem volt ebben, és semmilyen marketing koncepció nem állt mögöttem senki, sem pénzügyi vonalon. Kellett hozzá, azt gondolom, hogy az elszántságom, és a, nem tudom, hit, bátorság, hogy én ezt meg tudom csinálni, ezt meg fogom írni, hogy... És lehet, hogy ez az, ami így átjön. Nem tudom én sem megmondani, hogy jutott el ennyi emberhez, és hogy az olvasók, hogyha itt lenne a Kaligramnak a vezetője, a Mészáros Sándor, aki azt hiszem volt már vendég, ő nagyon jól el tudja ezt mondani, hogy egy könyvnek egyébként több év az élete, és hogy az a legjobb, amikor persze nagyon fontos az is, hogy a szakma mit gondol egyfelől, de másfelől
az olvasók viszik szájról szájra, adják a hírt, hogy te, én ezt olvastam, és ezt neked is el kéne olvasnod. És valahogy ez így önmagát generálta, ez a dolog. Tehát, hogy a kampány, én nem tudom, hogy ebben mennyit nyomott alatba. Szerintem egyébként ez nekem volt fontos, hogy ott eljött egy olyan fordulópont, hogy Atya Isten, hogyha ebbe ennyire hisznek az emberek, akkor ezt most muszáj megcsinálnom. Van, tehát ez a felelősségérzet, igen, ez biztos, hogy pontosan motiváló is, meg lekötelez, de ők is, a támogatók is ilyenkor sokkal jobban szívükön viselik, magukénak érzik a történetet, úgyhogy biztos lesz benne, hogy mindenki meg is vette a könyvet. Nem tudom, milyen volt a kampánynak a struktúrája, úgyhogy ez egy nagyon jó kapcsolódás az olvasóhoz. A másik az olvasók, hogy szerintem, mivel ez több generációról szól, tehát benne van az én generációm, ez a 40 körüliek, benne van a főszereplőnek a nagyobbik lánya, akik az ilyen 15-20 év körüliek, a szüleink, a nagyszüleink, és hogy nekem mindig egyébként az a legmeghatóbb, amikor olyan olvasói visszajelzések jönnek, mert hogy rengeteg, tényleg rengeteg megkeresés, akár Instagramon, Facebookon, üzenet, e-mail jön, amikor az én 60-70 év körüliek írnak nekem, hogy mennyit adott nekik, tehát a kedvencem az akkor is, amikor a 18-20 évesek, tehát amikor azt látom, hogy valaki egy olyan üzenetet ír, hogy ő neki visszadta a reményét az olvasásba ez a könyv. És szerintem emögött, tehát hogy én még nem talált, vagy biztos van olyan, de én szerintem az nem működőképes, hogyha valaki úgy ül leírni, hogy na én hogyan fogok eljutni az olvasókhoz. Az nem működik, tehát hogy szerintem messziről kiszagolják a hamisságot, vagy hogyha ez ilyen nagyon felépített. Biztos, hogy az is lehet sikeres, mondjuk ebben nem hiszek. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó zárszó volt ez a blokkhoz. Még én felmutatom a kamerának ezt a könyvet. Gurubi Ágnes, Szív utca, a Szófa kampányának a nyavára. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. És akkor visszatérünk egy kicsit a technológia világába. Még kettő rövid bejátszás lesz. Az első... Elsőként átadnám a szót most egyedüli online vendégünknek, Zenta Istvánnak. Itt vagy István velünk a Spacebus-tól. Gyorsan meséld el, légy szíves, hogy mi újság van nálatok. Mit lehet tudni? Mik a fejlemények? Igen, szervusz, Nora, szervusztok, itt vagyok, remélem hallatok. Igen, én online jelentkezem, mert külföldön vagyok, tehát nem a Pán Média miatt, és remélem, hogy előbb-utóbb most már én is ezt a csodálatos helyszínet fogom tudni nézni. Hát ott tartunk, hogy a Spacebus kampányunk az haladgat. Egy nagyon fontos információt szeretnék most megosztani a kedves hallgatósággal, és talán ez egy félreértésre is okot adott, legalábbis nekem sok ilyen visszajelzés jött, hogy sokan ebből a Spacebus névből arra koncentrálnak, hogy ez valami az űrkutatással, űriparral, szorossal együttműködés kampányban, illetve a Spacebus programban nem sok minden kötődik az űrhöz, ugyanis ez tulajdonképpen egy oktatási kampány, egy oktatási program, ami a jövő nemzedékét, a gyerekeket próbálja a figyelmüket ráirányítani és az érdeklődésüket felkelteni a környezetvédelem, a klímavédelem, a természetvédelem és a fenntarthatóság témaköreire, illetve ennek a problémakörére. És ennek a célnak az egyik eszköze ebben az oktatási programban, hogy egy virtuális űrutazásra felkészítjük és elviszük a gyerekeket, már pedig azért, mert az egy tény, hogy a 10 millió vagy billión ember látta már eddig az űrt a Földről, viszont a Földet az űrből azt alig 600-an látták meg, és ez az élmény, amikor a Földet az űrből meglátja egy űrhajós, ez semmivel nem összehasonlít, hogy úgy egy overview effect, egy ilyen áttekintő hatás, aminek az a lényege körülbelül, hogy rádöbben arra, hogy a Földünk az mennyire sérülékeny, egy kis kék pötty a nagy világ mindenségben, és onnét nem látszanak az országhatárok, a problémák, és vigyázni kell rá, mint az otthonunkra, és mint az egyetlen olyan helyre, ahol mi létezni tudunk egyenlőre. Tehát tulajdonképpen a Spacebus, tehát egy olyan iskolákiak és iskolák részében, iskolákban tanuló gyerekeknek szóló ingyenes oktatási program,
ami ezen a virtuális irodáson keresztül próbálja fölhívni a gyerekek figyelmét ennek a fontosságára, hiszen semmilyen szektornak nincs jövője a mai generáció nélkül, és nekünk meggyőződésünk az, amit itt az előző előadó is mondott, és ezzel maximális egyetértek, hogy hét kitartás és remény nélkül nem sok projektet lehet sikerre vinni. Mi végtelenül hiszünk a projektünkben, és reménykedünk benne, hogy sikeres lesz. És végezetül után annyit mondanék, mert tudom, hogy mindig szorít ilyenkor már az idő, hogy jelenleg ott tartunk, hogy egy nemzetközi Erasmus program nyerteseként négy ország, holland, francia, magyar és francia, holland, olasz, francia és magyar szakemberek részvételével egy pilot programban indul el ez a oktatási program, és gyakorlatilag 15 iskolával fogjuk tudni ezt a 21-22-es tanévben megvalósítani, és mintegy 1400 gyereknek lesz lehetősége, hogy részt vegyen ebben a programban, és utána ezek utána bízunk benne, hogy el fogjuk indítani rollabban is ezt az egész programot. A gyűjtésre visszatérve, a kampányunkra visszatérve, ugye ennek most egyetlen egy célja van, hogy a Spacebus programot, mint olyat, minél több emberhez eljuttassuk, hogy egyáltalán miről szól ez a program, mert ilyen, hát fogalmazunk úgy, hogy nincs a világban, legalábbis nincs olyan tudomásunk, egyedül egy a Hollandiában indult, akik egyébként a mi partnereink, és ha úgy veszük, ez egy franchise rendszer. De én, Nóra, inkább visszaadnám a szót, és ha bármilyen kérdés van, én arra megpróbálok válaszolni. Én szerintem ezt most ragyogóan összefoglaltad, azon kívül, hogy több egyszerre mesélünk a Spacebus-ról itt a kanapén. Úgyhogy ha csak a közönség részéről nem jött kérdés, akkor én most nem tennék föl újabbat. Természetesen a tőkeportál oldalán, a tőkeportál.hu/Spacebus oldalon még rengeteg információ található a kampányról, úgyhogy bízom benne, hogy minél többen felkeresitek, és hozzájárultok ennek a programnak a sikeréhez. Köszönjük szépen, István, hogy most is velünk voltál. Folyt, köv! Szervusztok! És akkor itt van mellettem élőben szintén először, bár nyilván személyesen régóta ismerik egymást Molnár Mátéval, a Dubox alapítójából, de itt van most szerencsére velünk Gábor is, aki a Dubox marketingese és kommunikációs vezetője, és most élőben úgy gondolom, hogy valami érdekességet fognak nekünk mutatni a készülő kampánnyal kapcsolatos hírek közül. Parancsoljál, Máté, mi újság van? Szia, Nóra, illetve köszöntök mindenkit az online nézők közül is. Egy nagyon jó hírrel jöttünk ma, illetve már régóta vártunk erre, meg arra is, hogy végre újra személyesen találkozhassunk így a lezárásokat követően. Megjelent most rólunk ez a, illetve nem rólunk, hanem megjelent ez a Top 100-as kiadvány, ez a Top 100 médiának a 100 magyar digitális fejlesztés nevű kiadványa, és ebben a nagyon előkelő hetedik helyet kaptuk meg, képzeld, egy kétoldalas, ezt megpróbálom ezt is oda mutatni a kamerának, ez egy ilyen kétoldalas összefoglaló arról, hogy miket értünk most el, hol tartunk, illetve hogy mit szeretnénk még a jövőben megvalósítani. És ezt a példányt, ezt át is adom neked, mert ezt neked hoztam. Ó, nagyon szépen köszönöm. Azt a mindenit, ez több kilogramm súlyú. Igen, és ez a nagyobb újságárusoknál, meg a nagyobb üzletláncokban, illetve benzinkutakon is kapható most már ez a kiadvány. És hát ez is egy újabb lépcső szerintem a mi sikerünk felé, és remélem, hogy ez is előre tudja lendíteni majd a mi kampányunkat. Egyébként ez az MNB-nek a fővédnöksége alatt készült, és egy nagyon neves zsűri állította össze ezt a kiadványt. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ennek is a részese tudunk lenni. Köszönöm szépen, még egyszer felmutatom a kamerába, hogyha még bírom tartani. Valóban az MNB fővédnöksége alatt készült. Patai úr köszönti itt az olvasót, és jönnek utána sorban szépen az államtitkárok. Majd kisvártatva felbukkan a Dubox, úgyhogy mindenkit arra biztatok verettől az élménytől is, hogy iratkozzon fel a Dubox kampánybeharangozó hírlevelére a tőkeportál.hu/Dubox oldalon.
És ugye már több befektetői találkozó lezajlott, és elég jelentős érdeklődést tapasztaltunk a kampányotokban való részvétel iránt. Mit tudtok még ezzel kapcsolatban elmondani? De úgy látom, hogy hoztál is magaddal Duboxot, hogy még élőbbé tegyük itt a bemutatkozást. Igen, megmutatnám akkor annak, aki még nem látta, már ha látszik valamennyire a kamerán, először a dobozát. Közelebb tudsz jönni. Aha. Igen, és maga a termék, ami benne van, csak már kivettem. Az pedig így néz ki. Hát ez egy jó nehéz, szerintem nehezebb, mint az a könyv amúgy. Csak nem. És ugye itt van rajta ez a kapcsolója. Az nem egy, ez a nagy fehér kör, az nem egy wireless charger, vezeték nélkül töltő, mindenki azt hiszi, de nem. Az a bekapcsoló gombja. És azért is ilyen nehéz, mert alumíniumból van, illetve van benne egy 8000 milliamperes töltő. És a lényege, az pedig itt az oldalán látszik, itt vannak a portok. Tehát ide lehet szinte bármit bedugni, és azután a wifi-s kapcsolaton keresztül működik. Van hozzá egy app, amit vagy az iPad-re, vagy a telefonra, iPhone-ra kell letölteni, és azon keresztül lehet használni ezeket az eszközöket, amiket ide bedugunk. Tehát vezeték nélküli hordozható dokkoló állomás, így hívjuk Apple eszközökhöz. És ezt most már lehet is kapni kereskedelmi forgalomban? Ezt már lehet kapni, lehet mondani nevét? Márkát iStyle üzletekben már lehet kapni itthon, és majd Közép-Európában is hamarosan reméljük, több országban. Igen, de most mondjad? Igen, illetve azon dolgozunk, hogy az olyan nagy üzletekben, mint mondjuk a MediaMart, Euronix és társai, meg Best Buy, hogy az ilyenekben a lehető leghamarabb bekerüljünk, és hogy a már készleten lévő termékeket a lehető leghamarabb eladjuk. Ez is természetesen hozzásegít majd minket ahhoz, hogy a kampányunknak a célját elérjük, illetve hogy a Tungstrommal közös gyártás el tudjon indulni. Jó, akkor még pár szót mondjatok a Dubox Pro-ról, ugye, amiről a kampány szólni fog egészen pontosan. A következő termékünk, a Dubox Pro, az gyakorlatilag az összes funkcionalitást tudja, mint a jelenlegi termék, de kibővítve egy billentyűzettel és egy trackpaddel, valamint annak már cserélhető lesz a belső tárhelye. Így tulajdonképpen egy olyan eszközt kapunk, ami olyan, mintha egy laptop alja lenne, és egy iPaddel azt összedugva egy teljes értékű laptopot tudsz varázsolni az iPadedből. És ez gyakorlatilag egyedülálló a világon, tehát ezt mi hoztuk létre először, ezt a fajta eszközt. És a kampányunknak a célja, hogy ennek az új terméknek a sorozatgyártását beindítsuk. Oké, tehát gyakorlatilag ugye az Apple termékek használata, vagy az Apple arról híres, hogy nagyon kevés fájdalmat okoz a felhasználóinak, és ezért vált szeretett márkával, mert sok problémáikat úgymond megoldja, de ti még a maradék fájdalompontokat is akkor megszüntetitek egyrészt ezzel a Dubox eredeti változatával, ami ugye az összekapcsolhatóságot oldja meg egyszerűen, illetve a Dubox Pro meg még a tabletből is laptopot csinál, és akkor mi lesz a következő? Igen, természetesen nem egy termékes, vagy nem egy két termékes startup vagyunk, tehát egy egész termékcsaládot, egy egész termékportfóliót szeretnénk felépíteni erre a vonalra, ami kiegészíti az iPhone-oknak, illetve az iPad-eknek az Apple által biztosított funkcionalitását olyan fizikai kapcsolatokkal, ami egyébként ma már egyre nehezebb és egyre nehezebben megvalósítható. Oké, hát itt zárszóként megmutatom a Duboxnak az oldalát a tőkeportál oldalán, és biztatok arra mindenkit, hogy arra feliratkozzon, és akkor képben lesz arról, hogy mikor is indul a kampány. Azt szerintem remélem, hogy rövidesen dátumszerűen be tudjuk jelenteni, addig pedig valószínűleg még sor kerülhet egy pár
részletesebb befektetői találkozóra, itt le lehet tölteni a OnePage-et, el lehet olvasni az interjút is Mátéékkal, úgyhogy tájékozódni lehet erről a kampányról is. Úgyhogy mindenkit erre biztatok, köszönettel, és akkor zárszóként még annyit mondanék, hogy a Las Vegas, aminek a kampánya most itt eléggé felgyorsult, meg érdekes események történtek, amit a múlt héten jelentettek be, és hírlevél olvasóink, illetve a Las Vegas követői is észlelhették. Cégértéket módosított befektetői megállapodások alapján, ahogy ennek mennie is kell, hiszen a közösségi finanszírozási kampány során tulajdonképpen egy online befektetői megállapodás sorozat indul, és ezt fogják, mivel itt ezen a kanapé pitchen erre elégséges idő nem lenne, a jövő keddi befektetői találkozójukon részletesebben kitárgyalni, addig is pedig mindenkit várnak a Las Vegas most már újra nyitott egységeiben, nyilván a Las Vegas .eu oldalon mindenki felfedezheti a hozzá közel eső Las Vegas egységet, illetve aki már befektetett a kampányba, az ne felejtse el beváltani a befektetői menü kupont, úgyhogy talán már erre a hétvégén, ezen a hétvégén is erre sor tudtok keríteni. És ahogy az elején elmondtam, a Tripajó továbbra is vár itt mindenkit egészen a következő két hét múlva adásunkig, amikor is el fogom mondani a jövőbeli terveinket. Lesz itt egy-két esemény, amire érdemes lesz ide jönni személyesen is, mert vendégül szeretnénk benneteket látni. Úgyhogy stay tuned, olvassátok a hírleveleinket, írjatok nekünk a hello@tokeportal.hu-ra, nyomjátok meg a befektetek, illetve a támogatók gombot, és találkozunk itt két hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Szervusztok, viszont hallásra, viszont látásra.